Cigány népmese, a tél. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányember, a falu végén lakott, egy kaibában, a feleségével. A cigányember eljárt dolgozni, volt neki egy harisnyája, abban gyűjtötte az elrakott pénzét. Egy nap mondja a feleségének, asszony, ezt a pénzt ne adod a senkinek, jöjjön majd, hogy bekopogatja. Jó van. Egy nap nem volt otthon az ember, és az asszony egyedül volt otthon, bekopog hozzá valaki. Gyere be! Kiáltja. És bejött egy ősszakálló ősz, nagy darab egy picit, ember. Majd mondja, én vagyok a tél, mondja az asszony. Te vagy a tél, s jöttél a pénzedért? A férjem mondta nekem, hogy ezt a pénzt senkinek ne adjam oda. Jöjjön majd, hogy a bekopog a tél. Hát akkor odaadhatod, mert én vagyok a tél. Szegény asszony, oda is adta neki a pénzt, majd beesteletett, jött haza az ember. Képzeld el, örömmel szalad oda a felesége. Itt volt ma a tél, s odaadtam neki a pénzt. Milyen tél volt itt, amikor még nyár van. Ó, Trési, hogy pusztulnál el. De bolond vagy. Szegény asszony sírva fakadt, mondta a férje. Semmi gond, majd te is segítesz a munkában. És azóta is boldogan élnek, még meg nem halnak. Romák a tükörben, mások és mi címmel harmadik alkalommal kerül megrendezését Mezőberényben, a Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány szervezésében a Roma Nap. Hát ugyebár ennek volt már két alkalma is, már lehet, hogy más helyszínen, sőt biztos, hogy más helyszínen, most viszont ugye a harmadik alkalom van, hiszen ez egy pályázat keretében megvalósuló egész tapos rendezvény. Igen, igen, az Emberi Erőforrások Minisztériuma írja ki minden évben a pályázatot, és már most harmadik alkalommal sikerült erre a rendezvényre nyernünk, tehát tulajdonképpen ez már egy hagyománynak mondható. Nem minden évben ugyanabban az időpontban tudtuk megrendezni, hiszen ahhoz kellett alkalmazkodni, ahogy megérkezett a pályázati támogatás. És most egy kicsit változtattunk, tehát a pályázati kiírásban is az szerepel, hogy lehetőleg ne különüljenek el a romák, hanem olyan rendezvény legyen, ahol együtt vannak romák és nem romák, hogy egymás kultúráját jobban megismerjük. És akkor a délelőtt báb előadás volt a gyerekeknek, amit nagyon élveztek a Kacagó Báb Színház előadásában. Aztán lehetett még íjászkodni, és akkor most záródik majd ezzel a délutáni programmal. Itt szó lesz egy kicsit a romák történetéről, kultúrájáról, a holokausztról, hiszen ez kötelező eleme a programnak. Amit egyébként nagyon sokan nem is tudnak, hogy volt. Igen, igen. És aztán még lehet egy kis kötetlen beszélgetés is, hogyha attól függ, hogy majd az előadás meddig fog tartani, illetve milyen érdeklődés lesz, ugye, mert most több rendezvény van ugyanebben az időpontban, Berényben. És akkor ez körülbelül olyan egy órára tervezem ezt az első bekezdő részt, és akkor utána pedig megint a Romkelep táncegyüttes, Romkelepen, bocsánat, táncegyüttes fog egy műsort adni, aminek nagy sikere volt az előző rendezvényen is, és azután pedig Sztojka Tibor és együttese fogja szórakoztatni még a szórakozni vágyókat, lehet táncolni is, illetve lesz egy hidegtálas és svédasztalos vendégfogadás, ami szintén a pályázati pénzből valósul meg. A cigányok Indiából származnak. Magyarországon a cigányok fogadtatása szívélyes volt. Ugye Mátyás király rendeletet adott ki, hogy ne háborgassák a cigányokat és fogadják be őket. Második Ulászló menetlevelet adott Bolgár Tamás hajdának, a király fegyverkészítőjének dolgoztak. Ebből látszik, hogy a cigányság sok helyen igen jó kapcsolatban élt a befogadó társadalommal. A magyarországi románi románok nyelvi és történeti szempontból hat nagy csoportja van. Van a magyar cigányok, az oláh cigányok, a beások, a kárpáti cigányok, a szintók és a román cigányok. A romáknak ugye vannak hagyományai, szokásai,
a temetési szokások, a házasságkötés, a születés, és ugye a keresztelés, és az ünnepeket nagyon szeretik megtartani. A cigány nemzeti jelkép, ugye tudjuk, hogy ez a zászló. Tudja-e valaki, hogy melyik szín mit jelent? A kék sáv az eget jelenti, úgy fizikai, mint átvitt értelemben. Utal a végtelenségre, szabadságra és a lehetőségekre, valamint túlvilági dolgokra, hiszen a romák nagyon hisznek a túlvilági dolgokban és az Istenben. A zöld sáv a földet jelképzi. Utal a cigányság természetére és a természet közeli életmódjára. A vörös kerék viszont azt jelenti, mivel tudjuk, hogy a cigányok ugye vándorló nép, hogy mindig vándoroltak. Ők azok, akikre igazán büszkék lehetünk. Ők a száztagú cigányzenekar. Molnár Ferenc Karamell, Elvis Presley, Teréz anya, így van. Szántána. Ő az, akit szerintem mindenki ismer. Ő? Valóban. Köszönöm. A cigányság mai helyzete. Ugye 1980-as évek közepétől a cigányságra nagyon jellemző a munkanélküliség, az alacsony iskolázottság, tehát a szakképzetlenség, és a cigányok 60%-a sajnos, 60%-a még szegénységben él. 1993-tól degradálták a cigányokat, etnikai kisebbségi önkormányzatok alakultak. Elismert lett a beás nyelv 1996 és a lóvári nyelv 1992-től, így a főiskolán, egyetemeken elfogadják ezekből a nyelvvizsgát. Egyébként ugye ennek a napnak milyen a fogadtatása? Ugye a délelőtti rendezvényeken én nem tudtam jelen lenni, ezért most képeket láthatnak egyébként a nézők innen, de mégis a képek alapján úgy látszik, hogy sokan voltak és tetszett. Igen, most direkt nem hétvégére szerveztem a programot, csak azt ugye nem terveztem be előre, hogy itt meg már a húsvét jön hétvégére. Ez egy picit igen, késve kezdtük a szervezést egyéb okok miatt, de egyébként arra jöttem rá, hogy hétköznap azért jobb, mert jobban össze tudom fogni a közönséget, tehát például ugye a gyerek közönséget, mert a pedagógusokkal ha tudok egyeztetni, akkor ők nyilván, hogy hozzák, így sok ovis eljött, nagyon élvezték a báb előadást. Most az volt egy picit a rosszabb, hogy már megkezdődött a tavaszi szünet, illetve az iskolásoknak még a Molnár Miklós is közben játszott, tehát ezért nehéz nagyon a közönséget összetoborozni, de egyébként kerestek engem is telefonon, Facebookon, kérdezték, hogy lesz-e, meg mikor, tehát azért ez már úgy köztudott a városban, hogy a névfőiskola ugye ezt meg szokta csinálni, ezt a rendezvény. Úgyhogy... Hagyj tegyen fel máshogy is a kérdést. Egyébként milyen a fogadtatás a Mezőberényben? Láttok-e éppen mondjuk ennek köszönhetően valamiféle közeledés romák, nem romák között, vagy pedig azok a kapcsolatok, amik eddig is egyébként megvoltak, egyszerűen csak azok mélyülnek el? Hát a tavaly, vagy igen, tehát az előző rendezvényből kiindulva, ott például a fórum is nagyon sikeres volt, ott vidékről is érkeztek többen, olyan roma származású emberek, akik valamilyen módon sikert értek el, tehát ez a célja is a rendezvénynek, hogy bemutassunk olyan embereket, akik ki tudnak ugye törni a hátrányos helyzetükből, és valamit elérnek az életben, és nagyon-nagyon hangulatos beszélgetés alakult ki, nagyon sok hasznos dolog elhangzott, tehát ez is tulajdonképpen az egyik célja a rendezvénynek, hogy ez mennyibe segíti a közeledést, vagy mennyire nem. Én azt gondolom, hogy ha valaki veszi a fáradtságot, eljön, leül beszélgetni a másik emberrel, annak már, az már csak elindít valamit.
és aztán ugye itt van az internet lehetőség, stb. Tehát magát a rendezvényt már most aztán be tudjuk széles körben mutatni, hogy mi is volt meg. Hát én azt gondolom, hogy valamit csak elindít. Szervezitek meg itt Mezőberényben a Roma napot, de vajon lesz-e folytatása még? Hát ha tudok pályázni, akkor igen. Most már ugye itthon vagyok, tehát most már nem dolgozok. Most tervezünk több programot elindítani a Népfőiskolán, hiszen talán most már jobban tudom osztani az időmet. Úgyhogy biztos, hogy ilyen téren is fogunk még próbálkozni. Ha nem sikerül ez a pályázat, akkor, mert úgy beszéltük egyébként Évával is, Burai Évával, hogyha nem is nyerünk a pályázaton, akkor is közösen, tehát most is együttműködve csináljuk ugye a helyi önkormányzattal, és mindenképpen tervezzük azt, hogy ez folytatólagos lesz. Hát így legyen, ma pedig érezzétek akkor jól magatokat. Köszönöm szépen. Köszönjük. Csak mert ő a legszebb, legcsinosabb lány, egy arcátlan számító nővé vált. De én őt szeretem, és tudom, hogy ő is szeret, mégis a gazdagságra vár. Rólam álmodik, de más ágyában jár, a pénz ellopta a boldogságát már. Lelketlenné tették, de tiszta szívből sohasem szerették. Ez úgy fáj nekem, s bár elárult engem, arra születtem, hogy szeressem. Elcsábít engem, meggyötri a szívem, majd eltaszít és gazdagságot keres. Nekem ma elmész, de jobban megteszed, mert lelked.
lelked nincsen, hálátlan szíved, legyél boldog mással, azt kívánom neked. Elmondom még egyszer, úgy fáj nekem, ha elmész, de jobban megteszed, mert lelked nincsen, hálátlan szíved, legyél boldog mással, azt kívánom neked. Azt üzeni szívem, hogy sohasem feled le. Elcsábítés szerelmet lop, de én őt szeretem, bárhogy fáj nekem, hisz úgy is tudom, hogy ő engem szeret. Rólam álmodik, de más ágyában jár, a pénz ellopta a boldogságát már. Hálátlan szíved, legyél boldog mással, azt kívánom neked. Elmondom még egyszer, úgy fáj nekem, ha elmész, de jobban megteszed, mert lelked nincsen. Hálátlan szíved, legyél boldog mással, azt kívánom neked. Azt üzeni szívem, hogy sohasem feledlek. Köszönjük szépen! Hát azt üzeni a szívem ennek a lánynak, hogy soha nem felejtjük el. Tehát ez van, ez történt.